Ezeket a különleges, újra gondolt ételeket készítették a mestervizsga résztvevői a Sipkaiban. Kedden meleg ételeket, szerdán pedig hideg ételeket készítettek különböző technológiai eljárásokkal. Karóczkai Dávid már 17 éves kora óta dolgozik a szakmában, saját bevallása szerint első munkahelyének és oktatóinak sokat köszönhet. Itthon és külföldön is szerzett tapasztalatot, jelenleg pedig Biriben dolgozik a Letil Kúria egyik séfjeként. Úgy érzem, hogy a fejlődés ebben a szakmában nem állhat meg. A továbbképzés itt nagyon fontos. Munkahelyek szempontjából is jelenlegi munkahelyhez a plusz tudásadása szerintem kiemelkedően fontos a mai világban, a versenyképesség. És nem zárkózom el igazából attól sem, hogy szeretnék valamikor oktatni is igazából. És hogyha erre lehetne egy kis nyitott kapu, vagy valami ilyesmi, akkor azt kihasználnám. A vizsgán összetett feladatot kaptak a szakácsok, különleges menüsort és konyha technológiát kellett bemutatniuk. Először is volt egy tanfolyam részt, egy tanfolyamot tenni, majd ennek volt egy modulzáró vizsgája, volt egy írásbeli vizsgája, és a tanfolyam mai nap folyamán volt két részmunkájuk. Volt egy 5-fokos menüsor, és most egy 6 plusz 1 személyes dísztál készítése. Ugye azért 6 plusz 1, mert van egy 6 személyes dísztál, és van hozzá egy úgynevezett display tányér, egy kóstoltányér, ami meg is kóstolhatjuk, hogy mi készítettek el számunkra. A vizsgabizottság ellenőrizte az ízeket, a nyersanyagok felhasználását, a színeket, illetve hogy a szakácsok mennyire tudták a mai kornak megfelelően tálalni az ételeket. A hideg konyhában is nagy hangsúlyt kap a tálalás, illetve az aszpikos ételek készítése, valamint maga az asztal összhang. A szakácsmesterség évek óta hiány szakmának számít az országban. Ennek az okait igazából még én sem látom teljesen tisztán, de az utánpótlással problémák vannak. Többet kell foglalkoznunk a gyerekekkel, és a szakmai képességeiket fentebb kell hozni a mindennapokban, mert azt veszem észre, hogy nagyon sokan vannak most úgy a szakmába tanulók, akik igazából nem ösztökéltek, nem akarják csinálni. És úgy gondolom, hogy egy kis plusz dolog a tanulók mögött, az lehet, hogy visszabillenteni ezt az egész rendszert a normális kerékvágásba. A mostani mestervizsgán 9 szakács vett részt, ezt végül mindenki sikeresen teljesítette. A szakembereknek szükséges ezután is a folyamatos továbbképzés, ugyanis az évek alatt változnak a trendek, változnak a nyersanyagok, az elkészítési mód, a tálalás és az adagolás is. Ahhoz, hogy valaki jó szakács legyen és jó szakember is maradjon, ahhoz ezeket nyomon kell követni, tette hozzá Szoboszlai Gyula.